Sziasztok, üdvözlünk mindenkit, mi vagyunk az Absoloth zenekar Miskolcról. Én úgy döntöttem, hogy meg se próbálom kimondani hivatalosan a zenekarnak a nevét, úgyhogy mondjátok ti ki, hogy hogy hangzik pontosan? Hát, hogyha ilyen angol szász jelleggel szeretnénk kifejezni magunkat, akkor Absoloth, kicsit ilyen THL harapósan a végén, de Absoloth, ahogy tetszik egyébként. Az fontos, hogy nem abszolút. Szerintem, hogyha 200 neven nem mentünk végig, vagy 150, akkor szerintem egyen sem, és valahogy egyszer sem találtuk a közös hangot a többiekkel, valakinek ez nem tetszett, valakinek az. Na most lelövöm ezt a kulisszatitkot, ez úgy jött ez a név, hogy egy közös barátunk több tejet hívott a kelleténél, és az abszolút szót Messengeren Absolothnak írta le. És nekünk jött ez a gondolat, hogy ez az Absoloth, ez a TH-s, ez a Lovecraft szerinti ilyen dimenziókból ezek a Cthulhu, meg ezek a mindenféle lények, amik így feljönnek a földről, meg ilyesmi. Erre asszociáltunk, hogy az Absoloth, az úgy hangzik, mintha valami nagy ilyen interdimensionális polip lenne, és akkor Absoloth the Destroyer, erre ez volt így a mögötte a gondolat, mert de maradtunk az Absolothnál, szóval innen jött egy elírásból és egy ilyen fantáziavilágból. Hú, hát ezért megdolgoztatok ezért a névért. Meg. Beszéljünk egy picit, ha már nálad a mikrofon, a dalszövegekről is. Ugye te írtad ezeket a dalszövegeket, amiket hallottunk és hallunk. Hogyan születnek ezek? Igyekszem a lehető legszokványtalanabb témákról írni, mert nem esik egybe a kettő, viszont itt ugye említették, vagy illetve a Facebook írásban ott volt, hogy szempont az egyediség, és én ebben is igyekszem valami ilyen nem szokványosat alkotni.
dalszöveg? Hát konkrétan az elmúlt három dal, ami itt volt, egyébként ezek át fognak fordítódni majd magyarra angolról, eredetileg angolul írottak, viszont ahogy a zsűri is kiemelte, meg mi is abba az irányba tendálnánk, hogy inkább a magyart erőltetnénk. Egyébként az hát leírtam nekik kis emlékeztetőt, de hát érdekes témák. Az első az a Magyarországon volt egy ilyen halfaj, hogy viza, és akkor a 18-19. Században, 19-20. Században nagyon sokat halázták őket, illetve megépültek az ilyen vízerőművek, nem tudtak felúszni, és ezt metaforába helyeztük, egy ilyen nagy ember és állat közötti ilyen háborúval, és ennek a metaforája hangzik el ott. Második dal az a vietnámi háborúban megmaradt PTSD-s tisztek még mindig ott vannak 40 év után az erdőben, és vadásszák a turistákat. A harmadik pedig egy ilyen, hát egy ilyen kétszemélyiségű ember, aki akar szabadulni a rossz szényétől, az annyira, ez viszonylag standard. Most az interjú miatt vagy így felpörögve, vagy egyébként is te ilyen vagy a hétköznapokban? Csak az interjú miatt. És hogy kerültél a zenekarba? Úgy kerültem a zenekarba, hogy Máté megkereste apukámat, aki szintén zenész, miskolci zenész, és megkérdezte, hogy én mehetnék-e hozzájuk esetleg dobolni, hogy megengednie. És apával beszéltük, azt mondta, hogy igen. Elmentem egy próbára, játszottuk az utolsó dalunkat, és úgy voltak vele, hogy akkor te leszel a dobosunk. És milyen érzés egy ilyen énekes mögött dobolni, mert azért nagyon karakteres énekes. Nem tudom, hogy ezt én hogy fogalmazzam meg, de semleges. Nem, én szeretem Máténak a hangját olyan szempontból, szerintem jól tud hörögni. Úgyhogy nekem teljesen jó, mert én alapvetően az ilyen zenéket szeretem, és én szeretek mint Gabival, mint Tamással és Mátéval is együtt zenélni. Te egyébként mennyire engedett beleszólni a zenekar tagjait a dalszövegekbe, vagy magába a dalokba, ahogy megszületnek? Régen nagyon szigorúan önző voltam ilyen szempontból, és azt mondtam, hogy nem, csak az én ötleteim vannak, viszont észre kellett vennem, hogy jó zenészek mellett lehet teret engedni az olyan ötleteknek, amik tőlük származnak. Szóval így az a tapasztalat, hogy én viszonylag sok és jó alapokat tudok hozni, meg mennyiségben sokat, viszont a kidíszítése, az apróságoknak a kiformálása az inkább már az ő érdemük. Szóval ez a tendencia az így viszonylag beválni látszik nálunk. Meséljetek egy picit magáról a megalakulásról. A névválasztáson ugye már túl vagyunk, de hogy született meg a gondolat, hogy ti egy zenekart akartok csinálni? Mondhatom, hogy Miskolcon egy viszonylag változatos és virágzó zenei széna van, ilyen kemény zenét illetően, és nekünk is viszonylag sok ismerősünk, barátunk van, és egyébként vicces a történet, mert innen is üzennék Baranyi Zsoltinak, az előző dobosunknak, ő kért fel egyébként Gábort és engem a zenekarba, viszont hát különböző okok miatt ő sajnos nem tudta folytatni velünk a zenélést, és így jött a képbe Milán, de magyarán az alapítótag már nincs benne a zenekarban. Ő egyébként a Femin Hill zenekarban dobolt nagyon sokáig, szeretett volna egy hasonlót. Na de a zenekar akkor ugye megmaradt. Milyen tapasztalataitok vannak eddig színpadon? Ugye nem most álltok először színpadon. Másodszor. Ez volt a második koncertünk ebben a formációban, de ez inkább Milán. Milyen ez az új élmény? Hát én már nagyon kiskorom óta szerettem volna így színpadon is zenélni. Az, hogy milyen hangszer, az így nemrég dölt el. Pontosan két éve, mert ugye én két éve dobolok. Apámhoz van köze ennek az egészhez. Ő már 3 éves korom óta visz engem mindenféle koncertre. Amikor igazán kicsi voltam, akkor már mentünk Münchenbe Carnival koncertre, mert ugye az ő akkori zenekar a Carnival előtt játszott, és ez a zene és ez az egész átragadt rám mindenféle szempontból, úgyhogy igen. Nekem ez ott így a második színpadon való szereplésem, zenekarban, mert valaha, igen. De én mondom, én nagyon régóta erre álmodtam, és most nagyon örülök, hogy így beteljesedett. Akkor jól érezted magad most a színpadon? Én abszolút, én mindent vidde. Igen, akkor neked már nagyon-nagyon sok koncertre járós élményed van, azt mondta gyerekkorod óta. Igen. Volt olyan, ami ilyen nagyon meghatározó volt, amikor eldöntötted, hogy na most biztos, hogy innentől kezdve dobolni fogok? Amit ugye legjobban ki tudnék emelni, az a Color City Fesztiválon volt Barcikán, a apáék az NMI, a Hooligans előtt játszott, és annyi embert még ilyen koncerten nem láttam, és hát láttam, csak már nem emlékszek rá, mert ugye kicsi voltam, és teljesen megrázó volt látni, hogy mennyi ember előtt tudnak zenélni, és fenn voltam a színpadon, mert nekik ródolok, és láttam, hogy ez a sok ember őket néznek, és őket hallgatják, és szeretnék, hogy játszanak, és az számomra ez egy ilyen teljesen, ilyen, nem is tudom, hogy leírni, milyen élmény volt. Aztán meg jött a Hooligans, akik még több embernek játszottak nyilván, és ezt is álltam, és néztem, hogy úristen, ők ennyi embernek játszanak azt a zenét, amit szeretnének, és ez szerintem az egyik legjobb élmény.
Nekem a kedvenc koncertélményem, illetve talán az egyik legmeghatározóbb, az a 2015 októberében a North Lane nevű Australian Progressive Metalcore zenekar volt itt a Dürerkedben. Nagyon kis teremben kis koncertet adtak, viszont valahogy az annyira rezonált velem, hogy én ezt mondom, a legmeghatározóbbnak ott volt az, hogy úristen, itt vannak azok, akiket minden nap hallgatok, és így élőben hallhatom. Nem, valamiért. Volt nagyobb koncert, volt lehet, hogy jobb koncert is, de valamiért ez, ami meghatározó, igen, és ez a lényeg. Már csak egyetlen egy kérdésem van, ezt mindig mindenkinek felteszem ebben a műsorban. 10 év múlva hol és miről fogunk beszélgetni? Reméljük arról, hogy most fejeztük be a nem tudom, Download Fesztiválos, meg a Wacken Fesztiválos fellépésünket, de merjünk nagyot álmodni. Szerintem nem is tudom, remélem, hogy már nem tudom, a harmadik albumon fogunk dolgozni. Szépen! A műsor felvétel helyszínét a Klub Hollywood biztosította.